Na, szevasztok, srácok! Egy kérdésem van hozzátok, de mielőtt ezt felteszem, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomjátok be a kis csengőt is, mert ezt én még sohasem értem, de úgy néz ki, hogy a YouTube algoritmusa miatt erre nagyon nagy szükség van. A következő, miközben egy kis optikai kábelt áttekerek egy nagy dobról egy kisebbre, hogy kezelhetőbb legyen, arra gondoltam, hogy miről tudnék még videót csinálni nektek, és hát az optikát azt még csak most tanulgatom, úgyhogy arról még nem tudnék tartalmat gyártani, de eszembe jutott, hogy amihez még értek, az a műholdas szolgáltatás. A kérdés az, hogy fektessek-e bele energiát, és csináljak-e nektek úgy unblock a parabolatányéros műholdas szolgáltatásról egy kis videót. Érdekel-e titeket a DigiTV, a T-Home SAT TV, meg a UPC Tyrekből megmaradt technológiai érdekességek, meg hogy egyáltalán hogyan működik ez a műholdas szolgáltatás? Ezt azért merném elmondani nektek, mert például a legelső munkahelyemen én már a 90-es években egy 80 csatornás analóg fejállomást üzemeltettem, aztán a Fibernetnél is, vagy 11 településnek a kis egyedi fejállomásait is én abajgattam 4 éven keresztül, úgyhogy lehet, hogy még emlékszem rá. Szóval, hogyha érdekel, akkor kommenteljetek már ezzel a videó alá bármit, és akkor lehet, hogy még csinálok egy ilyen szatos videót, vagy szatos témakört, majd meglátom. Aztán majd jönnek az optikai videók is előbb-utóbb. Na, szevasztok!